Tisztelt szervezők, kedves hallgatóság, Fomberg István vagyok. A mai napi előadásomban a Linux környezetben történő többszálas programozásról lesz szó. Az első kérdés az, hogy mik azok a szálak, mi az, amiről ma beszélni fogunk. Ezek a szálak, rövid szóval kifejezve alfolyamatok. Ezek olyan programrészek, gyakorlatilag függvények, amelyek egy folyamaton, egy processzen, egy futó programon belül élnek önálló életet, egymás mellett konkurens vagy párhuzamos módon futnak. A folyamatnak, a processznek az erőforrásain közösen osztoznak, legyen az memória, fájlleíró, szoket, bármi. Kivétel egy saját stack, ami ugye minden függvénynek amúgy is megvan. Ez az egy, ami saját erőforrás, amiben kívülről nem lehet belátni, de egyébként a processznek az erőforrásait közösen használják. Nézzük meg először, hogy hogyan néz ki egy folyamat, így madártávlatból, hogyha megnézzük a user és a kernel space tekintetében. A kerneltől egy folyamat megkapja az erőforrásokat, legyen ez memória, legyenek ezek fájlleírók, bármi egyéb szoftveres erőforrás, és a processznek a nagyobbik része az ugye a user space-ben, a felhasználói térben fog futni. Egymás mellett több process is van, akár 100, egymás mellett, illetve egymás után sorban futnak, és egymás dolgaiba, egymás erőforrásaiba nem nyúlnak bele. Ha netán mégis belenyúlnak, az általában egy jutalom laptopot ér valamelyik hacker konferencián, mert abból egy ilyen zero-day sebezhetőség szokott kisülni. Processzek egymás közt is tudnak kommunikálni, erre megvannak a megosztott memóriák, ez a shared memory, a csővezetékeken keresztül adatfolyamokkal tudnak kommunikálni, és egymásnak jelzéseket adni az IPC-vel, az Interprocess Communication-nel. Ha egy processzt egy kicsit nagyobb nagyítás alá veszünk, akkor megláthatjuk benne a szálakat. Ezek a szálak nagyon lazán kötődnek a kernelhez, a keletkezésük pillanatában a kernel fog bizonyos erőforrásokat biztosítani a számukra, illetve a regisztrálásukat, de alapjaiba véve teljes mértékben a felhasználói térhez, a user space-hez kötődnek ezek a szálak. A folyamaton belül, amint említettem, az erőforrásokat abszolút közösen fogják használni. Miért jöttek létre ezek a szálak, tehát miért kezdték el a szálkezelést fejleszteni a programozás világában? Azért, mert a szálkezelés olcsó. Most ezt nem első pillanatban nyilván nem forintba értendő az olcsóság, később persze az lesz belőle, hanem a programfutás értelemben olcsó. Nagyon gyorsan létre lehet hozni. Miután a kernel épp hogy csak megmoccan néhány utasítás erejéig, ezért 10-100-szoros a sebesség különbség egy processz és egy szál létrehozásának az időigénye között. A váltás szintén nagyon gyors köztük, általában ez már user space szinten intéződik, szintén a kernel egy pár utasításnyit mozog az ügyből kifolyólag, nem az egész processzt kell berakni a következő futó folyamatnak, hanem csak szálak közt váltani egy futó processzen belül. Az egymás közti kommunikáció gyors, nagyon gyors, hiszen közös memóriaterületen osztoznak, közösek a globális változóik, közösek a fájlleíróik, nem kell interprocess kommunikáció, nem kell pipe, nem kell megosztott memóriakezelés, ami mind-mind a kerneltől veszi el az időt és az energiát. Természetesen nem csak előnyei vannak a szálkezelésnek, nyilván a közös lóhasználatból adódóan, ott a hátrány, nagyon könnyen össze tudják túrni egymásnak az adatait, a közösen használt memóriákat, a leggyakoribb probléma a string kezeléseknél van, a karakterláncoknál, ott
gyönyörű szoftver összeomlásokat lehet előidézni, hogyha az ember nem figyel kellőképpen egy lokkolási, egy zárolási mechanizmussal a közös adat használat védelmére. Mikor használunk szálakat? Amikor egymástól független kódrészek vannak. Itt a független alatt azt értjük, hogy minimális a közösen használt adatterület és minimális a egymástól való függőség. Nagyon gyakori alkalmazás a blokkoló műveletek. A blokkoló műveletek alatt értünk például egy lassú perifériát, amikor egy RS-232 interfészen meg kell szólítani egy műszert, leküldünk neki mondjuk 3 bajtot, és visszakapunk cserébe 10-et. Ez az emberi szemnek egy villanás, viszont a standard kommunikációs sebesség az a 9600 baud, azaz 9,6 kilobaud. Hát ott 1 byte 1 millisekundum alatt ér le, és 1 byte 1 millisekundum alatt ér föl. 10 byte-os kommunikáció esetén 10 millisekundum eltelik, és idáig blokkolva van a teljes processz. Ha ezt a folyamatot, hogy kommunikálunk egy lassú perifériával, kirakjuk egy szálba, akkor azt a szálat szépen blokkolja, az összes többi meg fut tovább teljes sebességgel. Vannak egyéb hosszú futásidejű műveletek, amikor a processzor dolgozik, valami irdatlan számhalmazon dolgozik, akkor viszont ő képes arra, hogy lefogja az erőforrásokat az I.O. műveletektől. Tehát akkor könnyen lelassíthatja a számítógépet a másik irányból. Aszinkron műveletek. Ezek tipikusan a hálózatkezelő alkalmazások, főleg például egy webszerver esetében. Időnként bármelyik pillanatban beesik egy adatcsomag, és kér a kiszolgálótól egy választ, hogy lekérne egy weblapot. Teljesen aszinkron a művelet, megjósolhatatlan, mikor történik meg ez a lekérdezés. Nem lehet tudni, mennyi ideig fog tartani, viszont remekül föl tud tartani másokat vele. Illetve alacsony prioritású műveletek is vannak, aminek mindegy, hogy meddig futogat el, majd csak vége lesz egyszer, de a többi programrész szempontjából esetleg lényegtelen az éppen futó függvénynek a munkája. Tehát ezek azok a szempontok, amik alapján a többszálas programozás szóba jöhet. Azért valljuk meg, a hétköznapi életben, amikor írunk valamilyen programot, úgy 90-95%-ban nem lesz igazán igénye a többszálas programozásra, ahol viszont van, ott viszont nagyon. A többszálas programozásról még annyit, hogy két dolgot szoktak a tankönyvek megemlíteni, hogy milyen csodálatos dolgot lehet csinálni többszálas programozással. Az egyik a mátrixszorzás, ugye az egyik forciklus mentén szépen le lehet bontani független ciklusmagokra az egészet. A másik az újabban a Mandelbrot halmazoknak a kirajzoltatása, amikor van egy komplex számsík, fölveszünk rajta egy képernyőnyi adatpontot, mondjuk 200-300 ezer adatpontot, és ugye ott mindig egy adatponttal, egy koordinátán lévő adatponttal elvégzünk egy pár ezer műveletes iterációt. Ez szinte ordít a párhuzamosíthatóságért, hiszen van 200 ezer pontunk, egymástól teljesen függetlenek, csak a saját koordinátáitól függenek, és kirajzolja a Mandelbrot halmazt. Na most itt jön a pikantériája a többszálas programozásnak, ugyanis ha egy processzoros, egymagos rendszeren vagyunk, akkor ebbe az esetbe, ha ezt többszálasra írjuk meg ezt a programot, még lassabb is lesz, mintha izomból két forciklus plusz a harmadik az iterációra megírnánk egybe az egészet, hiszen a szálak közt váltogatni kell, mint a gép, és nincs több processzor, hogy párhuzamosan tudjanak futni ezek a szálak, hanem csak egy van. Abban az esetben, ha több processzoros rendszeren vagyunk, valóban komoly gyorsulást fogunk tudni elérni ebben. Linux alatt beszélünk a többszálas programozásról. 1995 környékén elkezdték a Linux Threads implementációt kódolni. Nagyjából úgy 96-ban bekerült a fősodorba. Látszólag POSIX-konform volt ez a szálkezelő rendszer,
A függvény, az apik, a függvények, azok úgy pozixosan néztek ki, viszont sajnos a mögöttes tartalom az roppant mód nem volt az, olyan szinten szembe ment a pozixszal érthető okokból, tehát nem rossz indulatból, hanem az adott abban a pillanatban érvényes korlátok miatt igen komoly nyűgök voltak ezzel az implementációval. Az egyik problémát az okozta, hogy a kernel maga nem volt rá fölkészítve. Ennek a következménye az volt, hogy minden egyes szálat processzként nyitott meg a szálkezelőrendszer. Tehát ha valaki létrehozott 10 szálat, akkor valójában létrehozott 10 plusz 1 processzt. 10-et a 10 szálnak, és egy 11-et egy menedzser szálnak, amelyik semmi más nem csinál, csak az előző 10-et terelgette, hogy valahogy működjenek, váltogatott egymás közt, és így tovább. Na most ez rengeteg problémát hozott magával. Ha az ember ránézett a proc táblára, akkor úgy az égig érő PID mennyiség úgy listázódott ki, ugyanis minden egyes szálnak saját PID-je volt. Ez egyrészt egészségtelen, másrészt nem POSIX-konform. Get PID-del az ember nem tudta eldönteni egy szálba, hogy hol a fenébe van. Milyen processzben, mert ugyanis megkapta a saját szájának a PID-jét. Nem a processznek a PID-jét, amiben a szálak voltak, hanem a saját szál PID-jét. A szignálkezelés az volt maga a katasztrófa, ugyanis gyakorlatilag definiálatlanul mentek benne a dolgok. Volt olyan, hogy aki kapja Maria alapon, amelyik szál éppen futott, befutott a szignál, az vagy csinált vele, vagy nem valamit. A vége az volt, hogy bedőlt a program. Úgy, ahogy volt. Tehát nekem is volt olyan, hogy már minden körbe volt járva, mutexek a helyen voltak minden, időnként fölborult a program és elszállt szegfaltal. Nem lehetett soha megtudni, hogy mitől. Valószínű egy arra járó kóbor szignált nem bírt földolgozni. A SIG-STOP, SIG-CONT jelek csak egy szára vonatkoztak. Magyarul, hogyha megkapta a program, hogy álljon meg, mert majd később folytatja, mert most más munka jön, akkor a 10 szálból megállt egy, és az egész ment tovább, mint a húzat. A IA32 architektúrának megfelelően akkoriban 8192 process bírt a tábla fogadni, maximum ennyi szál volt képes futni benne. Egy komolyabb webszerver szálak 10000-eit is meg tudja nyitni egy adott pillanatban, gyakorlatilag alkalmatlan volt így ez a felállás komolyabb nagy száligényű munkákra. És ráadásul a sok PID-re a per proc használhatatlan volt, és még volt egy nagyon kedves tulajdonsága, ha a menedzser szálat sikerült kilőni például egy kill parancsal, akkor az ember tényleg meg volt lőve, mert az összes szál viszont ott maradt a proc táblába, úgy vagy futottak, vagy nem, de újra kellett gyakorlatilag indítani a gépet. Na most ezek a hiányosságok hamar kiderültek, és Molnár Ingóék kezdték 96-ban rögtön a munkát, hogy egy rendes POSIX-konform szálkezelés implementációt vigyenek be a Linuxba. Ez ugye hirtelen két részből állt a munka, az egyik, hogy a kernel tudja kezelni ezeket a dolgokat, a másik pedig a user space-ben magát a szálkezelést meg kellett írni, nulláról újraírni. Volt néhány fontos szempont, aminek viszont meg kellett felelni. Egyrészt, hogy binárisan kompatibilis legyen az előző Linux RAID implementációval. Másrészt pedig, hogy forrás szinten POSIX-konform legyen, tehát teljesen hordozható kód legyen. Továbbá akkor már dübörögtek a több processzoros rendszerek, azoknak meg kellett felelni. Az egyéb szoftveres limitek és nagygépes rendszereken meg NUMA támogatást is kellett tudni adni ennek a PaceRaid implementációnak. 2002-ben tetőzött a munka, akkor már a 2.5 valahányas kernel már a nagyját tudta annak, amire szükség volt ehhez az implementációhoz, és utána körülbelül egy két év alatt még rakás hibajavítással, de
egy nagyon szép munkát végezve 2005-6 környékén befejeződött ez az implementációs munka, és azóta van normális szálkezelésünk Linux alatt. A szálakat kétféle módon tudjuk menedzselni. Az egyik, amikor nagyon a kernelre bízzuk az egész folyamatot, a másik, amikor nagyon a user levelre bízzuk az egész folyamatot. Mind a kettőnek vannak előnyei, hátrányai. Továbbá a szálakat is kétféle, ott többféle módon tudjuk leképezni, a három fő leképezési módszer az 1 az 1-es, az M az 1-es és az M az N-hez. Ez a következőt jelenti. Az 1 az 1-es leképezés, az minden szál megfelel egy kernel szálnak, azaz egy processznek. Ez volt a Linux Rails implementációban. Érdekes módon ez van az új NPTEL Native POSIX Thread Library-ben, a mostani Linux szálkezelő implementációban, viszont módosítva van ez a folyamat dolog, hogy egy szál egy folyamat, mert egy szál egy könnyű folyamatnak felel meg, majd erre mindjárt visszatérünk, hogy mi a különbség. Le lehet képezni úgy a szálakat, hogy az összes szál egy processhez tartozik csak. Ez jellemzően a user space implementációknak a megoldása, hiszen látható, hogy a kernelben már tulajdonképpen csak egy nyíl vezet be egy folyamathoz, a szálkezelés összes tennivalóját user space-ből intézik. A harmadik megoldás az M az N-es leképezés, amikor van akárhány szálunk, van akárhány folyamatunk, és ez alatt van egy harmadik mérőszámunk, egy akárhány processzor magunk, és ezeket a szálakat valamilyen szempontrendszer szerint folyamatokhoz, és a folyamatokat, illetve a szálakat processzorokhoz rendeli az oprendszer és a programozó. Ezek, ez az implementáció kimondottan a nagygépes, nagy Unix-os rendszerekre jellemző. Ott eleve két szintű scheduling van, hogy az egyik, ami a processzeket kezeli, a másik, ami a szálak és a processzek folyamatát hangolja össze, ebbe a részbe bele tud szólni a programozó is. Tehát ha tudja, hogy valamelyik szál nagyobb processzor erőforrást igényel, vagy kisebbet, akkor azt ő tudja irányítani. Jellemzően nem a kisgépes terület. Tehát ez Linux alatt ezt az implementációt soha senki nem hozta létre. A lightweight process. Ugye az előbb mondtam, hogy az egy az egyes leképezést valósítja meg az új Linux szálkezelési mechanizmus is. Ez viszont úgy valósult meg, hogy egy klón nevű új rendszerhívást vezettek be, ugye ez volt az egyik munka a kernelben, és ez a processzt nem forkolja, csak nagyon hasonlóan hozzá, épp hogy csak annyit hoz létre a processzen belül, amennyi kell a szálindításhoz. Tehát nem kell az egész memóriát, az összes fájleírót, minden hóbelevancot, a baktergúnyát, amire 30 évig spórolt, ezeket nem kell átvinni, csak kizárólag azt a szűk mennyiséget, ami kell egy szál elindításához. Ezáltal nagyon gyors lesz a folyamat. A másik dolog, amit meg kellett valósítani a kernelben, egy Futex nevű rendszerhívás, ugyanis ennek segítségével a lehető legkisebb kernel mozgatással lehet intézni a mutexeket és a szálaknak a kiléptetését, beléptetését. Tehát a két rendszerhívás és a teljes szálkezelő könyvtár felépítése volt az a bizonyos munka, amit néhány év alatt megcsináltak az urak. A szálak kezelése. A szálak kezelését végző függvényeket három csoportba rakhatjuk. Az elsőbe tartozik a szálaknak a menedzselése, létrehozzuk, a kiléptetését felügyeljük, a fő szálhoz, azaz a main programhoz való kapcsolatát kezeljük. A második főcsoport a mutexek kezelése, a harmadik főcsoport a feltételes változók kezelése, és van egy-két ilyen vegyes függvény, amit praktikusan a szálak menedzselésébe lehet besorolni. Nevezéktan.
minden függvény a pace-thread alávonással kezdődik, és a mutexeket, a pace-thread mutex, a feltételes változókat, a pace-thread cond, és egy ilyen kulcs alapú változókezelés, a pace-thread kelljel nevezzük el, illetőleg minden ilyen csoporthoz, magához a szálakhoz, a mutexekhez, feltételes változókhoz tartoznak attribútumok. Ezek olyan objektumok, amik általában egy adatstruktúrát jelentenek. Ezek az adatstruktúrák nem publikusak, tehát az API alá van elrejtve. Nem látunk belőle az égvilágon semmit. Hozzányúlni tilos, még ha megkerüljük a pace-thread library-t akkor is, ugyanis nem lehet tudni, hogy esetleg egy következő verziószám növelésnél mi történik abban az adatstruktúrában. Ezeket az adatstruktúrákat könyvtári függvényeken keresztül tudjuk elérni, és ezeket a könyvtári függvényeket soroljuk ezekbe az ATR kiterjesztésű, ATR nevű függvényekbe. Az attribútumok kezelése. Létre kell először is hoznunk őket, ha attribútumot akarunk kezelni. Ugyanis nem kötelező, mert az összes függvénynek van egy jól definiált default, azaz alapértelmezett viselkedése. Amikor egy függvényt meghívunk, akkor egy alapattribútum készlettel elindul. Ez a legáltalánosabban használt beállításokat jelenti. Gyakorlatilag 80-90%-ban nem is kell attribútumokhoz nyúkálni, ha az ember egy egyszerűbb szálkezelő programot ír. Ha változtatni kell, akkor létrehozunk egy ilyen attribútumot az init függvényével. Megvan mindegyiknek a típusa. A szálnak az azonosítója, az egy pace-thread alávonás T nevű változó lesz. Általában integer típusú szokott lenni, de egyáltalán nem biztos, hogy az, ezért mindig ezt a típust használjuk hozzá. Az attribútumnak valamilyen pace-thread atr T lesz a típusa, azt ott létrehozzuk, és iniciáljuk ezt az attribútum objektumot, ami első körben azt fogja jelenteni, hogy a default értékekkel föltölti a program, és akkor egy megfelelő függvénye, itt az XXX, ez valamelyik mezőjét jelenti ennek az attribútum objektumnak, beleírunk valamilyen más értéket, amit szeretnénk, hogy másképp működjön, mint a default, majd amikor például szálat hozunk létre, vagy ugyanígy mutexet, vagy feltételes változót, akkor ezzel az attribútummal fogjuk meghívni ezt a függvényt. Ha defaultot használunk, akkor nullal hívjuk meg. Amikor meghívtuk a kezelő függvényt, tehát felhasználtuk az attribútumot, utána meg is lehet szüntetni, mert abban a pillanatban már nincs szükség rá, belső adatterületeken eltárolta a szálkezelő függvény az általunk megadott attribútumokat. Tehát magyarul így paraméterezzük föl a szálkezelő függvényeinket. Egy pár dián keresztül gyorsan végig szaladunk a különféle szálkezelő függvénycsoportokon. A legfontosabb, ugye szálat létre kell hozni, ez a create-tel megy. A thread nevű változó, amit az előző dián láttunk, az egy pace-thread T típusú változó. Ez lesz majd a szálunknak az azonosítója. Minden szálnak van egy egyedi azonosítója. Ennek a processzeknél a rokona a PID. Tehát ami a processznél a PID, az a szálnál a TID, a thread ID. Azt fogja visszaadni ez a változó. És ugye a legfontosabb, meg kell adnunk azt a függvényt, ami maga a szál lesz. Tehát az a program rész, amit szeretnénk, ha külön szálba futna. Na, az lesz az a start rutin. A pace-thread exit, azt ki tudunk lépni a szálból, amikor véget ért a szálnak a futása, meghívjuk a pace-thread exit-et, szintén rokona a processnél az exit függvény, csak itt ugye az az egy darab szál fog befejeződni. Az attribútum inicializálásához és megszüntetéséhez az előbb már láttuk ezeket a függvényeket. A szálakat szinkronizálni is tudjuk. Itt szinkronizálásról van szó, nem pedig a schedulingról, tehát azt nem tudjuk igazából befolyásolni, hogy a
processzor, az oprendszer milyen ütemezéssel futtassa a szálakat, tehát milyen úton, milyen módon, milyen időszeletekkel pörgesse a szálak közt a váltást. Itt a szinkronizálásról van szó. Amikor egy szál lefutott, akkor alapesetben hasonló dolog történik, mint amikor lefutott egy process, amit egy másik indított, de még a wait piddel nem haraptuk el a történet végét, hanem ott van zombiként. Itt a szálaknál ugyanez a folyamat úgy néz ki, hogy a pace rate join-nal kell a szál futását befejeznünk a hívószálból, általában magából a processből. Azonban ez nem kötelező. Ezt a szálat le is tudjuk csatolni erről a folyamatról, tehát ez a pace rate detach, és olyankor az történik, hogy elindítjuk a szálat lecsatolva, és onnantól kezdve el is feledkezhetünk róla. Az fut, ameddig fut. Ha véget ér, akkor kilép, eltakarít maga után, leszedi az asztalt, és ott se volt. Nekünk nincs vele több dolgunk. Ha fut, akkor fut a világ végéig. Ebbe beavatkozni többet már nem tudunk, visszakötni a joinhoz, visszakötni már nem tudjuk. Ezt a lecsatolt állapotot ezzel a két függvénnyel tudjuk állítani, le tudjuk kérdezni az attribútumot, illetve be tudjuk állítani az attribútumot. A stack kezelése. Ugye említettem, hogy igen nagy mennyiségű szálat képes kezelni egy kellő memóriával, processzorral ellátott gép. Általában a tesztek olyan 100 000 szálról szoktak szólni, úgy 100 000 szálat létrehozatnak és bezárnak, mondjuk ez lefut 2 másodperc alatt. Ebbenél a mennyiségnél viszont már érdekes lehet a stacknek a mérete. Ha túl nagy stacket adunk egy szálnak, előbb-utóbb, hát ha nem is elfogy a memória, de kellemetlenül fölzabálja a futóprogramunk. Úgyhogy szükség esetén ebbe teljesen legálisan függvényeken keresztül bele tudunk nyúlni, meg tudjuk mondani, hogy az egyes létrehozott szálak mekkora stacket kapjanak. Nyilván, ha van egy I meg egy J ciklus változónk, amit használ az a szál, mondjuk 30 kilobájt csak nem fog kelleni neki stacknek. Egyes rendszereken, Intel alapú Linux rendszereken, én még irodalomban se láttam, hogy a stack address-t valaki módosította volna, de egyes rendszereken, egyes architektúrákon még azt is meg lehet mondani, hogy a stacket hova címezze, tehát hol legyen az a terület, ahol a függvény stackek vannak. A szálakat ugyanúgy meg lehet szakítani a futásukat, mint egy processzt. Erre is vannak függvényeink, ez a pace rate cancel. Itt be tudjuk állítani még futás előtt, hogy ezt engedélyezzük egy szál esetében, vagy nem. Ez kényesebb kérdés, mint egy process esetében, hogy kilőhetjük-e, vagy sem, mert itt egy szálat, hogyha rosszul szakítunk meg, akkor az befagyaszthatja az egész programot. Tehát el tudjuk dönteni, hogy megengedjük, vagy nem. És még egy dolgot el tudunk dönteni, ha megengedtük, akkor milyen mechanizmus szerint lehet megszakítani a szálat. Az egyik az aszinkron. Ez azt jelenti, hogy bejön a megszakítás kérelem, eldob kapát, kaszát a szál, és kiszállt a buliból, ott, ahol tartott, ciklus közepén, bárhol. Vagy késleltetve. Ez esetben csak bizonyos programpontokon léphet ki a szál a futásból. Erre azért van szükség, mert hogyha egy mutexel éppen lezárunk egy adatterületet, és eközben szakítjuk meg a szál futását, akkor ott vagyunk egy lezárt mutexel, és görcsbe áll 15 másik szál a háttérbe, és az életben nem jön ki belőle, hiszen az a szál már megszűnt, amelyik a mutexet fogva tartotta. Soha nem fogja elengedni. Tehát ezekre nagyon figyelni kell. Ezekhez a beállításokhoz itt megvannak a megfelelő függvények, ez a set cancel state, illetőleg egy szálon belül meg tudjuk kérdezni, jött-e megszakítás kérelem? Tehát ez a test cancel. Illetőleg, ha egy szálban vannak olyan adatok, amik igényelnek egy
kiléptetéskori tisztítást, akkor ezt a clean-up függvények segítségével tudjuk megoldani. Ha megszakítunk egy szálat, akkor kilépéskor még elvégez egy kis takarítást maga után, hogy ne maradjanak a kerneltől lefoglalt erőforrások, ha olyat használunk éppen. Van néhány fontos vegyes függvény. Le tudjuk kérni a szál saját azonosítóját, ezt a bizonyos TID-et, amit visszaad. Meg tudjuk nézni, hogy két TID azonos-e egymással. Ez messze nem olyan kézenfekvő dolog, mint gondolnánk, ugyanis, mint mondtam, nem biztos, hogy integer a szálnak az azonosítója, a TID-je. Így erre van egy külön függvény, és ott belül csinál valamit. Valószínű egy egyenlővel kérdezi le, de egyáltalán nem biztos. Meg tudjuk mondani, hogy abban a szálban vagyunk-e, amelyikre kíváncsiak vagyunk, vagy nem. Illetőleg egy nagyon izgalmas függvény, a PaceRadWance, ugyanis nem egyszer van szükség olyanra, hogy amikor elindulnak a szálak, akkor a legelső szál, legelső programsor előtt egy függvény hívódjon meg. Valamit iniciáljon le a rendszerben. De miután nem tudjuk, hogy a scheduling miatt, az ütemezés miatt hiába indítom el az első szállat először, lehet, hogy pont úgy jön ki a lépés, hogy a másodiknak elindított szál fog futni először. Tehát nem tudjuk, hogy melyik szál fog futni először, de azt az iniciáló függvényt akkor kell elindítani, amikor a szál már fut, de és rögtön a legelején. Ez biztosítja egy ilyen függvény. Ha ezt berakjuk a szálak elejébe, akkor a legelső alkalommal le fog futni, a többi beátugorja. Illetőleg a szokásos kill függvényünk itt is megvan, csak itt egy szálat fog leölni, nem pedig az egész processzt. A mutexek. Ez az egyik legjellemzőbb része a szálkezelésnek, ugyanis, amit az elején említettem, vannak közös adatterületek, a globális változók. Főleg a legszebbek, amikor stringeket kezelünk több szálból. Valamilyen úton, módon meg kell védeni az adatainkat attól, hogy két szál keresztbe nyúlkálva fölülírjon valamit, és utána annak egy szikszegva vége. Erre szolgálnak a mutexek. Nyilván ez kernel szintről megy a mutexnek a kezelése, ugyanis abszolút kizárólagos utasításról van szó, atomi utasításról. Lefut, és egyszerre egy adott pillanatban még a processzor ütemező sem, a processzütemező sem tudja kettévágni, mert atomi utasításról van szó. Le tudjuk zárni az adatterületet a többi szál elől. Olyankor a többi szál értelemszerűen várakozni fog, mert mindegyik szálban ott van a mutexnek a megnyitása, a lokkolása, és ha már zárva van a mutex, az összes többi szál akkor megáll, viszont nem nyúlnak keresztbe egymás feje fölött az adatterületen. Ugyanígy a mutexet törölni is lehet, attribútumokat beállítani. Miről is van szó, egy kicsit grafikusan nézzük meg. Ott van az első szál, elérjük az érzékeny adatterületet, lokkoljuk a mutexet. Ez egy piros vonal jelzi, hogy onnantól érzékeny adatterületben vagyunk. Az ütemező visszaadja, illetve átadja a második szálnak a munkát. Az még nincs érzékeny adatterületen. Fut, és elér a piros vonalig. Lokkolni szeretné a mutexet, de a mutex már zárva van, ezért ő ott várni fog. Tisztességgel, becsülettel várni fog, egész addig, ameddig a mutex föl nem szabadul. Visszakerül a vezérlés oda, érzékeny adatokat lekezeljük, feloldjuk az árat, megint visszakerülünk a kettes szába, és csodálkozik, jé, nyitva van a mutex. Akkor megy ő is az érzékeny adatterületre, és így tovább. Tehát erre a célra szolgálnak a mutexek, nagyon gondosan meg kell tervezni a velük való munkát. Van egy közismert fogalom, a deadlock, amikor az ember 2-3 mutexel dolgozik egyszerre, és szépen ilyen átfedésbe rakja le őket, akkor gyönyörűen ebbe a halálos ölelésbe be lehet zavarni az egész programot, mind a kettő kölcsönösen egy másik mutex felszabadítására vár. Láttam már olyat, hogy fordítás közben jelezte a fordító ennek a potenciális lehetőségét. Tehát erre ez igen komoly probléma, de a fordító programok készítői szemmel láthatóan figyelnek erre is. Feltételes változók. Ez még egy izgalmas terület, mert a mutexekkel eddig azt oldottuk meg, hogy az adatot magát védtük meg a felülírástól. Most viszont azt tudjuk megcsinálni,
hogy egy adatnak az értékétől tesszük függővé egy szálnak a futását. Ehhez valamilyen program sor formájába kifejezhetővé kell tudnunk tenni egy feltételrendszert. Például x egyenlő y. Ez az egyik, ami szükséges hozzá. A másik pedig, hogy legyen egy mutexünk. A egyik szál várakozik egy feltétel teljesülésére. Ez általában egy while ciklussal történik, és közben mutexszal lezárja ezt a bizonyos kényes adatterületet. És utána bemegy a pace rate cond wait függvénybe, ami a következőt csinálja, föloldja ezt a mutexet, és átadja a vezérlést egy másik szálnak. A másik szál eközben ezekkel a változókkal csinálhat valamit, majd visszakerül a vezérlés megint ugyanide, emögé a függvény mögé, lefut megint a feltétel, a mutex záródik, lefut a feltételvizsgálat, és megint döntési helyzet elé kerül a szál. Teljesült a feltétel, vagy sem? Ha nem, akkor megint ugyanez a verkli megy, átadódik a vezérlés egy másik szálnak, és ott megint dolgozik az adaton egyet. Egész addig, ameddig ez a feltétel igaz nem lesz, abban a pillanatban visszaadja a mutexet a függvény, lefut az a bizonyos programrész, ami a feltételnek volt a feltétele, és megy tovább a programfutása. Nagyjából ez így néz ki. Ott van az egyik szálban várakozunk egy feltétel létrejöttére, egy while ciklusban, a másik szálban pedig annak a bizonyos feltételnek az összetevőiből főzünk valamit. Előbb-utóbb például az XYZ-től függő valamilyen feltétel, valamilyen eredmény létre fog jönni, rendelkezésre áll, és ki tudja értékelni az egyes szál. Ha megkapta, akkor elengedi a mutexet végleg, és megy tovább minden. Remélem sikerült egy könnyebb átfogó képet adni a szálkezelésről. Ennek a technikának a nagyon mély bugyraiba ennyi idő alatt nem lehet lemenni. Igazából a célom az volt, hogy ezzel az érdekes technikával megismertessem a hallgatóságot, aki még nem találkozott vele. Napi aktualitását az is adja, hogy a beágyazott rendszerek egyre komolyabb processzorokkal mennek, és ezeken az egyre komolyabb processzorokon gond nélkül a multitaskot és a szálkezelést is meg lehet valósítani. Aki programozással foglalkozik, előbb-utóbb ebbe a kérdéskörbe bele fog futni. Köszönöm a figyelmüket!